Csütörtökön debütált a mozikban Szász János új filmje a 20-as években, egészen pontosan 1925 környékére minket visszajövő a hírhet Kodálka gyilkosságokról szóló a Hentes, a Kurva és a Félszemű című film. A vendégünk az alkotó Szász János. Jó estét, szervusz! Jó estét, szervusz! Az elkövetőt, az egykori csendőrtisztet, Nagy Zsolt bűntársát, a prostituáltból lett feleséget Schwarz Mária Grillus Dorka játsza, és Hegedűsdé Géza alakítja egészen zseniálisan az áldozatot. Köszönjük szépen! De hát mind a három kult szereplő egészen zseniális, és óriási terhet tett jelenkóba. Én azt mondtam a kedves nézőknek, hogy szerintem minden idők egyik legkeményebb filmje született meg. Még azt is kimertem mondani, hogy krimi, de nem biztos, hogy az. És hát tulajdonképpen nem biztos, hogy az. Mi ez a film? Hát ez igazából, van egy negyedik főszereplőnk is, ugye azt úgy hívják, hogy a pénz. Tehát igazából itt minden erről a pénzről szól, és ez egy megtörtént bűn, ugye nagyon régóta foglalkozom vele. Főiskolás voltam még, amikor rátaláltam erre a kis dalocskára, hogy Lédererné mi van a kosárba, Kudelkának keze, feje, lába. Ez egy kuplé volt. Ez egy kuplé volt, nem maradt erre meg. Erre mulatott az úri közönség. Igen, de nem maradt meg a zene. Viszont a Lédererné megmaradt, és még a 70-es években látták a Vámház körülti csarnokban, itt ki volt festve, nagyon pirosra a szája, árult rózsát, meg perecet. Világáros volt, ilyen kosaras világáros. Igen, egy igazi hírhedt figura, és úgy mutatták, hogy ez a Lédererné, aki ezt a borzalmas bűnügyet követte el. És akkor én még főiskolás koromban elkezdtem ennek utána járni, hogy mi ez a kuplé, és kiderült, hogy történt egy gyilkosság 25-ben, ami azért nagyon felkavaró volt a városban, és Magyarország szerte is, de szerintem még külföldön is, amennyire tudott még akkor rezonálni külföld felé is egy ilyen ügy. Ez a kor bulvár szenzációja igen, volt. Igen, mint a Mágnás Elza, meg a többi. És ami nagyon érdekes volt, hogy ezt a pasast háromszor ölték meg. És ugye a főhadnagy, a Lédere Gusztáv főhadnagy mindig eladta a feleségét, a Schwarzmici, aki természetes kasszírnő volt, tehát abszolút prostituált, ő mindig belement, a Kudelka, aki halálosan szerelmes volt ebbe a nőbe, ő mindig hozta a pénzt, de nem hozott eleget. Ami azt jelenti, hogy mindig valahogy életre keltették, kétszer is, és visszapofozták az életbe, és addig ment ez a tánc, ameddig nem hozott annyit, hogy vége legyen ennek a táncnak. Teljesen immorális történet. Ettől szól a Mának? Hogy erről szól a... Ettől szól a Mának? Én nagyon remélem, hogy szól a Mának. Tehát én nagyon remélem, hogy nem egy múzeumi tárlókba való filmet csináltunk, hanem nagyon remélem, hogy szól a Mának egyrészt arról is, hogy itt van ez a pénz, másrészt pedig ez a pénzkérdés, hogy minden a pénz körül. A másik az, hogy milyen otrombán, ostobán képesek az emberek egymást elárulni, otthagyni. A harmadik az, hogy hát ez itt van egy oligarchánk is, ugye? Tehát amit a csodálatos Hegedűsdé Géza játszik, a Kudelka. Bármilyen furcsa, ez a Hentes az oligarcha, a helyi oligarcha, a falu oligarchája. Ugye nálad falu, ez egyébként Budapesten zajlott, a külvárosban. Igen, ez a Tölgyfa utca 14-ben zajlott, csak én nem gondoltam, hogy ebből egy városi legendás történetet szeretnék csinálni, hanem valahogy nagyon szerettem volna nagyon szigorúan ezt a három embert egymás mellé állítani, egymással szemben állítani, és nagyon, nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ez a három jó és rossz lélek, ugye? Mert azért természetesen tehát a kísérlet az volt már az elejére, most próbálok válaszolni egyébként, amit kérdeztél, hogy ezek nem feltétlenül pozitív figurák, a feltételt felejtsd, de ezek nem pozitív figurák. De van bennük szándék a jobbulásra, hiszen egy gyilkos a Lédere Gusztáv, ugye, aki a film elején, akiről kiderül, hogy egy utolsó gané, bocsánat a szóért, és aki mindig embert ölt, akasztott, vagy úsztatott, bedobta őket a Dunába, mint a nyilasok, és most megment egy emberi életet, a nővét. Van egy prosti, akinek látjuk a mindennapjait, aki meg akarja saját magát ölni, a Lederer megmenti, és egy új élet lehetősége előtt áll. Tehát ezek az emberek valamit kipróbálnának, valahogy eljutnak a nulla pontig, és azt remélik, hogy van tovább. Lehet egyről a kettőre lépni. Nem lehet. Miközben nem. Nem. Sok a filmben a mesztelenség, de nem az érdekel, hogy Grillus Dorkát hogy vetted rá, hanem most saját magadat hogy vetted rá. Hogy te hogy nem ijedtél meg attól, hogy majd erről fog szólni a történet, hogy hát meg kell nézni azt a filmet.
pincérsággal. Nem féltél tőle, hogy az elviszi a sztorit? Nem. Nem, ez teljesen őszintén. Mi szoktunk őszintén beszélgetni. Remélem. Nagyon őszintén mondom, hogy nem. Én a Grillus Dolkában és a Nagy Zsoltban és a Hegedűs D. Gézában, de most a Grillus Dolkában beszélünk, olyan igazi, a szó szoros értelmében ilyen testvérekre találtam, ahol nagyon nyílt volt a munka. Ahol bármit lehetett kérni, és a határok világosak voltak, hogy mi határaik. Én azt gondolom, egy színésznői mesztelenségről, hogy maga a mesztelenség az egy része a színészetnek, hanem belül, én igazából azt gondolom, hogy amit a Dorka például a forgatás első 3 vagy 4 napján végigcsinált abban, ami a film első 10 percében, amit láthatnak a nézők, hogy gyakorlatilag egy kuplerájból, milyen egy prostituált élete. Ugye, amit ez a lány végigcsinált a Dorka, de 45 évesen elképesztő tehetsége és profizmussal, onnan kezdve nekem nincsen, bennem nincs kérdés. Tudod? Tehát, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szabad voltam ezen a forgatáson. Nagyon nagy szabadságot kaptam a producertől, a Bodzsár Pistától, a filmalaptól is abszolút szabadságot kaptam. Változott forgatás közben, hogy hol a fókusz, hogy miről akarsz igazán beszélni? Hogy jóról vagy rosszról akarsz igazán szólni a filmben? Téged, rajtad változtatott a forgatás, vagy mondjuk a vágás? Minden. Hát az ember minden nap másképp kell, ugye? Tehát, hogy feltétlenül. Tehát, hogy, és fontos, amit kérdezel, hogy a jóról vagy a rosszról, mert szoktam ezt mondani, ugye, tehát, hogy a rosszról úgy lehet beszélni, hogy van a jó. Ugye ez a híres Lévi Máté mondott a Mester és Margaritából, hogy mi lenne az általad képviselő. Ezt hányszor rendezted meg eddig a Mester és Margarit? 3-szor, és soha többet nem akarom, de azért ez a mondat itt, hogy mi lenne az általad képviselt gonosszal, ha nem lennék én már, mint a jó. Tehát, hogy a karaktereink is megpróbálnak jók lenni. Hát megpróbálnak valamit, hát nem olyanok lenni, és nem sikerül. És egyáltalán nem sikerül. Téged valami vonz felé a kérdés felé, a jó és a rossz általános viszonya felé? A Wojciechtől kezdve a Nagy Füzetig a Mester és Margarita 3-szori megrendezéséig. Számtalan olyan irány van, ami azért ezt a kérdést szerintem jogosan veti fel. Hát, hogy mit keresel ebben annyira? Hát az embert, az emberi természetet. Ebben a filmben nagyon kerestem azt a nagyon vékony mesdjét, ami elválasztja az embert az állattól. Azt nagyon keresgéltem, az egy fő dolog volt. Tehát, hogy ez engem nagyon érdekelt. Én azt gondolom, hogy ezzel a filmmel elmentem a falig, tehát, hogy lehet, hogy majd egy kicsit legközelebb már más fog egy picit érdekelni, mert azt gondolom egy kicsit, hogy azért, de hát azért még vannak előttem olyan tervek. Ezt hol nem is folytatom a mondatot. Megtaláltad most a falat? Tehát érezted, hogy ennyi volt? Itt van a vége? Én most úgy érzem, hogy igen. Tehát, hogy ez egy nehéz film, és elképesztő boldogsága, hogy járom az országot. Ez számomra, ez még így nem adatott meg. És elképesztő dolog, hogy az emberek ott maradnak, és beszélgetnek velem, és elmondják, hogy mi az, amit láttak. És most nem az, hogy tetszett, mert tényleg elképesztő, tehát, hogy nagyon-nagyon pozitív a visszajelzés, de olyan dolgokat mondanak nekem, amitől én kapok egy pecsétet. Tudod, régen az útlevelünkben, hogy kaptunk egy pecsétet, hogy ki lehet utazni minden 3 évben nyugatra, kapok egy pecsétet így a saját lelkemben, hogy kéne folytatni ezt a szakmát. Na most az, hogy a falnál vagyok-e vagy sem, azért azt elmondja az, hogy azért én nagyon tartottam attól, hogy ezt a valóban, én azt gondolom, hogy elég penge éles mozit, ezt hogy fogják fogadni. És igen, de szépen fogadták. Kőkemény film, tehát mondom, hogy nézzék, de azt is mondom, hogy úgy menjenek be, hogy nem egy könnyed krimit látnak valamelyik filmsorozat adaptációjaként, hanem ez egy kőkemény mozi. Amikor a Nagy Füzet Oscar jelölt lett, akkor arról mi beszélgettünk, hogy ebbe te nem éled bele magad. De aztán utána történtek mindenfélék. Tehát jött a Saul, jött a Mindenki, most ugye megint van egy Oscar jelölt film, és múltkor olvastam arra a hivatkozást, hogy ez tulajdonképpen neked köszönhető valahol ez a sorozat, mert megágyaztál annak, hogy a magyar film megint létezik, hogy na figyeljünk oda a magyarokra. Hát gondolom, hogy ez nem olyan nagy vigasz, de van a fejedben ezzel kapcsolatban valami, hogy mondjuk ez a film eljuthat-e a nagy nemzetközi forgalmazókhoz, hogy ez járhat-e egy olyan
életet a világban, ami mondjuk elvisz megint egy Oscar jelölésig? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy így, ez nagyon megható, hogy, az, hogy nekem ebben részem van. Tehát, hogy én voltam az első ebben a sorban, és ez egy nagyon nagy dolog volt, és ezt nagyon szépen és nagyon keserűen éltem meg, amikor azért ezek az ajtók bezárultak előttem. Hogy aztán ez hova visz ez a film, azt igazából nem tudom. Nem tudom, az ember azt szeretné, én azt szeretném, én száz azt imádnám, hogy ezt a világban minél többen nézzék, ennek a filmnek legyen híre, hogy menjenek és nézzék, és egy picit tapasztalják meg azt, hogy milyen az ember, és egy kicsit hát, ahogy mondták ezeken a közönség találkozón, hogy néha saját magukkal találkoztak. Tehát, hogy hát, ha van értelme ennek az egésznek, egyébként én úgy gondolom, hogy van. Azért az hátborzongató. Ha valaki ezután a film után azt mondja, hogy önmagát látta szemre, de ez egy másik történet, ez megint messzebb vezet. A Jelentes a kurva és a félszemű, ez a film címe. Legyen sikeres az életed is, meg a filmed is. Szász János, köszönöm szépen. Hálásan köszönöm a meghívást.